Saul Filippiekhez írt levele másik fejezet 19-től 30-ig a mai téma. Nem olvasom fel még egyszer a bevezető részt, hisz azt a múltkor megnéztük. Ez rövidebb, mint ami szokott lenni, hisz a tartalma révén majd ez kiderül mindenkinek. Annak ellenére én igyekeztem összeszedni ezt-azt azzal kapcsolatban, ami szerintem fontos, illetve amiről úgy gondolom, hogy mind Saul, mind pedig végső soron Abba Yahuwah gondolt meg, amit szeretett volna közölni szakasz kapcsán. Szóval 19 az, ahol bekapcsolódunk 21-ig, reménylem pedig a gazda Yahusában, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Rövid nap, ez rövidesen, hamarosan, úgy értesz. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Mashiach Yahusáit. Ezt a három szót meg fogjuk nézni majd később. Az Iszopszükosz az első, Merimnao a második, ezt törekedni, gondját viselni, illetve Zeteo a keresni. De Saul itt visszautal a gondolatra, melyet megfogalmazott a fejezet elején, ám ezúttal megtudjuk, hogy ez egy valós probléma az ő életében, ami bizonyára felindította őt a figyelmeztetésnek az elküldésére. Most, hogy emlékszik-e valaki vagy sem, azt nem tudom, de ezért hát felolvasom. A harmadik, negyedik versben azt mondja, hogy semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ezt megbeszéltük a múltkor, akkor elég részletesen. De most láthatja mindenki, hogy ez visszatér ez a gondolat, és ez az ő esetében, ez így van a gyakorlatban. Először felveti a gondolatot, azzal kezdi a fejezetet, aztán most mutat egy példát arra, hogy ez ott így van. Talán ez ami a vezérfonál lehet a mai alkalommal. Nem csak, hogy nem érdekli a többséget igazán, hogy min mennek keresztül társaik a csoportban, és nem feltétlenül itt, hanem amiről ő beszél. De ez akár megismétlődhet itt is, vagy akár melyik csoportban. De inkább saját érdekeik érvényesítésére törekednek, mint sem a közösség építésére. Szóval nem csak, hogy nem érdekli azokat az embereket, hogy mi történik mindenkivel, hanem inkább azzal foglalkoznak, hogy mi az, ami nekik hasznos, a helyett, hogy az egészet vinnék előre. Nekem meggyőződésem, hogy ezek a témák, ezek nem véletlenül kerülnek elő. Különösen most, ahogy közelítünk a Pesachhoz, meg ha ma belevesszük mindazokat a változásokat, amelyeken átesik az, amit úgy ismerünk, hogy Yahuwah útja. Ezek mind, most, hogy ki mennyit szán ennek a megértésére, azt én mindenkire rábízom. De minél többet, annál jobban meg tudja érteni. Saul egyértelműen kijelenti, hogy ezek az emberek nem azonos lelkűek, melyet ebben az esetben a nefes görög megfelelőjével fejez ki, ami psziché, de ez vita tárgyát képezi. Arra utal, hogy ezek más jellegű emberek. Bensőjükben valami egészen eltérő lényeg lakozik, úgy néznek ki, mintha őket is Abba Yahuwah vonzaná magához, ő irányítaná, de ha alaposabb elemzés alá vetjük őket, a valós indítékok felszínre fognak kerülni. Pontosan ez történik a következő történetben Izrael. Érti mindenki, hogy belül az erények, meg a bűnök, stb. Kapcsán erről volt szó. Vannak motiváló tényezők, amik mozgatják az embert. Ezek mindebben a bensőben laknak. Most, hogy szívnek hívjuk, vagy értelemnek, vagy csak, ezek mind ott vannak. Hogy mi micsoda, az vita, arról vitatkozhatunk, de a lényeg az, hogy valami mozgatja az embert, hogy csinálja azt, amit csinál, mondja, amit mond. Kétséget kizáróan láthatjuk, hogy a nehézségek, cselekedeteink és gonoszságunk következménye, melyeket fel lehet oldani, amennyiben mi megváltozunk.
nem fogad el minket olyannak, amilyennek vagyunk, illetve nem enged be senkit az ő királyságába, anélkül, hogy az az ember sikeresen átmenne az életnek a tisztító tűzén. Az élet ez a tisztító tűz, ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy ez így van. Itt talán világossá fog válni mindenki számára, aki koncentrál, hogy milyen értelemben is, úgyhogy lehet, hogy nem is beszélek most erről. Ez Zachariahu 7-es fejezet 1, 3, és aztán ennyi. És lőn Darius király 4. esztendejében, hogy szól Jahua Zachariáshoz, vagy Zachariahhoz, 9. hónapnak, Kiszlévnek 4-én. Ez csak megint egy példa arra, hogy az ember csinál valamit, csak a motiváció nem. Mikor elküldék Elohim házába Sarécert, és régen Meleket, és társait, hogy esedezzenek Jahua színe előtt, hogy megkérdezzék a papokat, akik Jahua Cebának házában vannak, és megkérdezzék a profétákat is, és a kérdés a következő, amit fel akarnak tenni Jahuának. Szóval elküldik ezeket az embereket a Jahua házába, hogy megkérdezzék a papságot, meg a profétákat, sírjak-e az 5. hónapban, böjtöljek-e, amint cselekedtem azt néhány esztendő óta? Szóval a kérdés az, hogy csináljam-e, hogy van-e értelme annak, hogy én ezt csinálom? Ez egyfajta gondolkodás. Visszamegyünk oda, amiről Saul beszélt, hogy ezeket az embereket nem érdekli. Nincsenek velem egy lélekben. Ezeket csak az érdekli, hogy mi van velük. Mint ahogy őket is. Nem azért böjtöl az ember, hogy megsanyargassa magát, remélvén, hogy majd lesz valami, de ha nem lesz semmi, akkor sem megyek oda, hogy kérdezem meg, hogy ha böjtölök 3 napig, akkor megmutatod ezt? Vagy mit tudom én, hogyha sírok, akkor meg lesz a megoldás a kérdésemre, az ember csinálja. Mert az az indítatása, hogy cselekedje azt, ami kedves Jahua szemei előtt. Nem vár el semmit, érte? Ez nevetségesnek tűnik a többség számára. Kérdés az, hogy vajon hányszor kerül ebbe a helyzetbe az ember, mikor csinál valamit, majd várja, hogy annak hasznát learadhassa, ahelyett, hogy tenné dolgát, mert Abihu a kedvében akar járni. Szóval ez ugyanaz a kontraszt, amiről Saul beszélt. Csinálom, mert az a helyes, vagy nem, majd csinálom azért, mert reménykedem abban, hogy hasznot húzok belőle. Ez egyáltalán nem olyan egyszerű feladat, mint az ember szeretné gondolni. Amennyiben a motiváció helytelen, csinálhatunk bármit, a pozitív változás nem fog bekövetkezni. Teljesen mindegy, hogy ha vért izzad az ember, és a motiváció helytelen, akkor sem fog működni. Ez vonatkozik nyilván arra is, ha nem azt tesszük, amit Elohim elvár tőlünk. A cselekedetnek kapcsolódnia kell az Abihua által jóváhagyott indítatáshoz. Ennek felügyelete pedig egy állandó, tudatos figyelmet megkívánó folyamat. Magyarul a cselekedet és a motiváció mindkettő helyes kell, hogy legyen. De ezt csak akkor tudom, ha örökké figyelem magam. Lehet, hogy ez nem véletlen, hogy a Pesach előtt 2 héttel előkerült, nem? Korintusiakhoz írt 2. levél 5:14-17. Mert a másiáknak szeretete szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Szóval, amikor az ember magát helyezi előtérbe, mint ahogy mindenki, akiről olvastunk eddig, az ellenkezik azzal, ami az újjászületés. Szóval, ha valaki a saját érdekeit előrébb helyezi a másénál, akkor az gyakorlatilag ellentétes dolgot csinál, mint ami elvárható lenne. És nem azt akarom mondani, hogy most meggondolás nélkül csak mindenkinek segítek, meg csinálom, amit akárki kér, meg megyek azt mindenki, mint Batman, vagy nem erről van szó. Mindenki tudja, mire van szó. Azért mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is, másiákot test szerint, de már többé nem ismerjük. A lelki ember az nem is gondolkodik úgy, hogy magát helyezi előtér. Úgyhogy akkor vajon mi az, ami félresiklott ott Saulnál?
hogy mindenki elhagyta. Nem azok is járták egy ponton az utat? Gondolom nem egy ilyen szedett-vedett banda volt, akik akkor találkozott. Azt mondta, hogy mindenki elhagyott. Úgyhogy valami félre kellett, hogy csúszson azoknál az embereknél, ha ennyire letértek az útról. Azért, ha valaki másiákban van, új teremtés, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. Új életünkben egy alapvetően más gondolkodásmódot kell elsajátítanunk ahhoz, hogy teljesíthessük Abjahuától kapott küldetéseinket a világban. Igyekezzünk kell félreállítani saját magunkat az útból, ha nem akarjuk, hogy megakadályozzon minket a végső jutalom megszerzésében. Az új ember örökösen vissza akar térni, ahogy azt megbeszéltük már korábban, hogy elfoglalja jól megszokott helyét. Érvényesítse akaratát, kielégítse vágyait, ahogy az sikerült neki korábban. Át kell alakítanunk elménket azon erőnek segítségével, melyet Abjahu a rendelkezésünkre bocsát, a Kodesh Ruach közreműködésével. Meg kell változnia az ember elméjének, ami belül van. Igába kell hajtani a fejét Jahusa HaMashiach minden követőjének, ahogyan ő is tette azt földi munkássága során. Túl kell lépnünk kellemetlenségeken, gúnyolódásokon, megvetésen, mert az előttünk álló példák mindegyike azt tanúsítja, hogy ezek elkerülhetetlenül együtt fognak járni Jahuva útjának követésével. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ő mindent meg tud oldani, és mindent meg tud oldani nehézség nélkül. Neki nincs lehetetlen probléma, leküzdendő akadály. Csak arra vár, hogy végre segítő kezet nyújthasson bajba jutott gyermekeinek. Mindössze annyit kér cserébe, hogy higgyünk benne, az ő szavában, és tegyünk erről tanúbizonságot választásainkkal. A többit meg tudja oldani. Ezt nem. Ezt nem tudja megoldani. Igyekszik mindenben támogatni minket. Küldi a jeleket, az álmokat, az embereket, a tanításokat, felvilágosítja az elménket, mindent, amit akarsz. De mi vagyunk azok, akik meghozzák a döntést. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosra találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.